mezőgazdasági gépész, mezőgazdasági technikus és gazdaképzés. Ilyen területeken tanulhatnak a diákok itt a Máté Szalkai Baross László mezőgazdasági szakközépiskolában. Ez is annak a 63 intézménynek egyike, amely a Földművelésügyi Minisztérium fenntartásába tartozik. Ezek közül most 10 intézmény kap támogatást energiahatékonysági beruházásokra. A környezet és energiahatékonysági operatív programból a Földművelési Minisztérium 3 milliárd forintot kapott egy kormányzati döntés értelmében, amelyet a agrárszakképző intézményeinknek a felújítására fordíthatunk, és ebbe a csomagba került bele tulajdonképpen Máté Szalkai Baross László szakképző iskola is. Ide 430 millió forint fog érkezni, amiből meg lehet valósítani egy komoly beruházást, nyilázáró cserét, külső szigetelést, fűtéskorszerűsítést. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egy nagyon modern intézmény várhatja majd az agrárium iránt érdeklődő fiatalokat, reményeink szerint már jövő ősszel. A mezőgazdasági hiány szakmák választását az is segítheti, hogy ösztöndíjjal tanulhatnak ezekben az iskolákban, tette hozzá Román István a Máté Szalkai sajtótájékoztatón. Ez országszerte összesen 24 ezer diákot érint. A Máté Szalkai intézmény a térség kiemelkedő agráriskolája. Az energetikai beruházásra már évek óta nagy volt az igény, közölte az igazgató. Iskolánk elég régi, már 1927-ben alapították és építették. A legutóbbi felújítás az 1993-ban volt, és azóta az intézményben egy nagy felújítás nem történt, csak állagmegóvó karbantartások. Úgyhogy éppen ideje volt ennek a pályázatnak. Tehát akkoriban, amikor az iskola újult, illetve épült, akkor még az energia hatékonysága nem volt szempont. Legalábbis nem annyira, mint manapság. A térségben több agráriskolát is támogatott a kormány idén, tette hozzá a térség országgyűlési képviselője. Kovács Sándor azt hangsúlyozta, a kormányzat számára fontos a vidéki Magyarország fejlődése, ezért segíti az agráriumot és a szakképzést is. Ennek az iskolának van Ópályibai telephelye, ahol 50 millió forintot már jóvá hagyott a kormány. Szeretnénk azt a telephelyet tovább bővíteni, hiszen, ahogy mondtam, a Máté Szalkai térség mezőgazdaságból élő dolgozói, illetve azt gondolom az önkormányzatnál dolgozó közfoglalkoztatottak átképzéséhez hozzájárulhat, és egyfajta mintagazdaság lesz az Ópály. A sajtótájékoztatón kiemelték, a Máté Szalkai intézmény jó példa arra, hogy az állam és a település eredményesen tud együttműködni. A most kezdődő beruházást ugyanis együtt gondolkodva sikerül megvalósítani, fogalmazott Hanusi Péter polgármester. A önkormányzat az épületeknek a tulajdonosa, az intézménynek a tulajdonosa, és ugye a minisztérium a fenntartója ezeknek az épületeknek. Tehát gyakorlatilag bármilyen pályázati elképzelés, projekt elképzelés van, ez a város nélkül nem megvalósítható. És természetesen, hogyha az együttműködés az rugalmas, az együttműködés jó, akkor minden pályázatot a szó legjobb értelmében közösen menedzselve tudunk előre haladni. A beruházás a tervek szerint a következő tanév elejére befejeződik. Az intézmény 2017. szeptemberében kezdi majd a 90. tanévet, így erre a jubileumi tanévnyitóra tervezik a megújult épület átadását.